Készen állsz? Action! Ready. Na hát akkor, sziasztok! Ez itt a Media Business 10. része. És az előző adásban arról beszéltünk, hogy miért akarnak majd veled dolgozni. Most az a lényeg, hogy miért akarsz te dolgozni a médiában. És ehhez vendégül hívtam Noé Viktort. Remélem ismeritek. Szervusz, Viktor! Sziasztok! Hello! Nagyon jó barátom, és... Hát ő is a médiában dolgozik, de mondd el te, hogy ha azt kéne mondanod, hogy te valami vagy a médiában, annak ellenére, hogy nagyon sok mindent csinálsz, mi lenne az a fő dolog? Hát először is visszakérdeznék, hogy én benne vagyok a média bizniszben? Hát benne vagy a média bizniszben, én úgy hiszem, erőteljesen. Nagyon kedves, vagy nagyon megtisztelő. Van ez a divatos kifejezés, úgy hívják influencer, ugye? Jól ejtem. Én a mai napig szerintem ez nem tisztázott teljesen, hogy pontosan mit akar. Olyan ember, aki sokat van az interneten, ugye? És akkor ebből él. Tehát kvázi mondhatjuk, hogy egy ilyen netes celeb. Esperentéül így mondják az influencer. Igen, de én ezt a kifejezést nem szeretem, mert szerintem nem takar semmit. Közben meg mégis talán ez az, amiből gyakorlatilag most a legjobban élek, vagy hát ebből fizetem a gyerektartást tulajdonképpen, mert van ugye ez a Benéző című, mondhatjuk aránylag sikeresnek műsorom, vagy nem mondjuk, hogy sikeres, mert az a nagyképű, de hogy... Nem mondjuk ki, te nem mondhatod hogy, ki, én kimondom, tök sikeres, tök jó, sokan nézik, jó nézőszámmal téged. Megy, és aránylag jó visszajelzések születnek, meg jó kommenteket írogatnak a videók alá, többségében, persze vannak kritikák, amik nem érdekelnek. Műsorvezetőnek hívták ezt az én időmben. Ez egy műsor, amit mi csinálunk együtt közösen az Iponékkal, és ennek a műsornak én még a házigazdája, részint az egyik kreatívja és a műsorvezetője. Mondtad, hogy több mindennel is foglalkozom. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogyha kerti munkák valahol vannak, akkor szóljatok nyugodtan, mert én gerebjézek, meg kerítést festek, ilyesmi. Amúgy nem, ha én festem le a kerítésed, akkor elköltözöl. Ugye producerként, akkreditált producerként vagyok jelen a médiába, reklámrendező, rövidfilmrendező, dédelgetett álmom egy nagyjátékfilm, ugye a rendezői székből végignézve. Hát, ha egyszer egy rendező azt mondja, hogy odaülhetek, és nézhetem végig a forgatást, nem egyszer szeretnék egy nagyjátékfilmet is rendezni. Ennek az előkészületei is már egyébként motoszkálnak, meg tárgyalások alatt van ez a projekt, de ez legalább két, inkább három év múlva lesz. Hát ez nagyon sok idő, még egy ilyet előkészít az ember. Mire a forgatásig eljutsz, az... Hogy gyakorlatilag már a finishben vagy, azt hiszem, hogy vége. Mindenki azt gondolja, hogy leforgatni egy nagyjátékfilmet, az ott kezdődik, hogy leülsz, és indul a forgatás, és rendezel, és gyártásvezetővel kiabálsz, és miért nem jött be a markoló? Hol vannak a kaszkadőrök? Ki ez az ember? És jó, a producer, és akkor kirúg? Na nem, hanem hogy ennek az előkészítése borzasztó nagy munka, több év általában, de egy minimum. Írok sorozatot. Egy filler sorozatot, ami televízióba is fog menni, interneten is fog menni. Én ugye színészként kezdtem. Hol voltál színész? Hát hol nem. Vidéki ilyen vándortársulatoknál, meg vidéken, aztán ugye az IBS színpadon játszottam nagyon sokat, azt nagyon-nagyon szerettem, nagyon hosszú ideig voltam ott. Egy kérész életű kitekintésem volt a Pesti Színházba, körülbelül másfél évet dolgoztam ott, és elég gyorsan eljöttem. A Spirit Színházban játszottam, aztán ott rendeztem, aztán kaptam felkéréseket különböző színházakhoz, most ezt nem mondanám, mert ezeket nem vállaltam el. Nem azért, mert rosszak voltak a színházak, hanem mert a média felé vettem az irányt. Mert közben ugye játszottam egy tévésorozatban, a Jobban-Rosszban-ban, utána jött a Korhatáros Szerelem. Közben meg már belecsaptam ebbe a producerkedésbe, először rendezésbe, aztán írásba, aztán producerkedésbe. Most akarok egy internetes vetélkedőt csinálni, amiben részt is veszek, de producerként is influencerek, és valódi celebek, tehát tévés, meg mozis, meg sztori magazinos celebek.
fogják összemérni a tudásukat. A net, meg a televízió, ugye mondják, hogy a televízió megy ki, de közben meg aki a médiában dolgozik, az az ügynökségektől, meg mindenki mástól is tudja, hogy Magyarország, meg Kelet-Európa, de azon belül Magyarország különösen tévé nehéz. Van egy ilyen kifejezés, hogy Magyarország tévé nehéz, ami azt jelenti, hogy még mindig nagy pénzekért akármilyen műsorsávba, akármilyen rövid intervallumú dolgot elhelyezni, a reklámot, tartalmat, műsort, gancega, teljesen mindegy, az még Magyarországon még mindig a tévében megy. Ott lehet igazán nagy pénzt kaszálni, hogyha ott gyártasz műsort. Egy nyugaton már rég nincs így, ezt tudjuk. Legfeljebb 10 év múlva ki kell, hogy kopjon innen is. Ha azt mondjuk, hogy média business vagy média, az alatt már a mai emberek javarészt, vagy reklámügynökségek, akik a pénzt adják majd a munkáitokra, ha ebből akartok dolgozni, ők már az internetet értik. Hát én például most csak egy sorozatot, azt nem mondom meg, hogy melyik tévécsatornán fog levenni, nem reklámozunk semmit, meg senkit, fölösen. Kivéve a Bálint Galériát, ahol ülünk. Ott például azt mondták, hogy jó, ez a tévécsatorna nagyon jó, 1.600.000 előfizetője van, az 1.600.000 családot jelent, 2.5 millió ember mondjuk, de ezt ők be sem dobják a hirdetőknek, mert ez nem egy olyan csatorna, mint mondjuk a két legnagyobb kereskedelmi tévé. Dacára annak, hogy ilyen jó számokkal, vagy aránylag jó számokkal bír, ezt ők nem is dobják be, hanem mondjuk azt, hogy ez egy olyan websorozat lesz, aminek a média támogatás, tehát nézettségi támogatásába maga a reklámügynökség részt tud venni, fizetett hirdetésként már népszerű videók elé, közé, alá, fölé, mögé, rája, alája, beléje elhelyezi, hogy aztán, ha tetszik az embereknek, akkor végignézzék. És azt mondták, hogy a hirdetők felé úgy írjuk meg az ajánlatot, hogy ez egy websorozat, ami ilyen és ilyen számokkal nagyjából garantáltan menni fog. Ajándékba odaírjuk mellé, mert amúgy nem néz ki rosszul, hogy egy tévécsatornán is lemegy. És akkor meglepődtem, de akkor már éreztem a változás szelét, hogy bizony abban az irányba megyünk, és már a hirdetők is azért kezdik érezni, hogy a média business, mint olyan, az internet irányába tolódik erősen. Teljesen egyértelmű, hiszen a tévé az gyakorlatilag menza, akkor eszel, amikor kapsz, azt eszel, amit kapsz, a internet meg svéd asztal, akkor mész oda, akkor veszed le. Igen, nekem szent meggyőződésem, hogy a dolgozó népet, ahogy ez a Rákosi mondaná. Ezért lincseli fognak. Nem, úgy gondolom, tehát hogy mondjam, azokat az embereket, akik tényleg keményen dolgoznak 8-12 órában, vendéglátósok 124 órában naponta, nekik nincs idejük arra, hogy válogassanak, meg megnézzék, meg eldöntsék meg. Tehát amikor lenyomsz az üveggyárba, vagy a söröző pultja mögött, vagy akárhol gancsa a busz volánja mögött 8-12 órá, hazamész, kikérdezed a gyereket, megírod vele a leckét, vagy fölmondja neked a velszivárdokat, megfürdesz, letusolsz, stb. Jó esetben kapsz ami vacsorát mondjuk az asszonytól, vagy van még tegnapról valami maradék pizza, megmelegíted, leülsz, és van 40 perced kb., hogy kikapcsoljon az agyad, és hogy te még akkor álljál neki, hogy én ezt a sorozatot szoktam nézni, de bejött egy új, vagy melyik filmet szeressem, ez nincs, tehát hogy kapcsolgatok, de jók a színek, meg azt a csávót ismerem, ez jó. Vagy a leggyakoribb, ezt már láttam, ez jó. Nem véletlenül ebben a régióban van még mindig így, meg nem véletlenül ilyen tévé nehéz a keleti blokk, és főleg Magyarország. Egyfelől, másfelől én például szerettem a menzakaját, tehát hogy én szerettem a suliba, ugye nem fizettem be, én másét ettem meg, de ezt most nem az a lényegem, hanem hogy a menzakaja jó, és a svéd asztalnál, ha megfigyeled, úgy baromi jó hasonlat, ha megfigyeled, csomóan toporognak. Te már tudod, hogy mit szednél, de előtted még a három gyerekes német anyuka a hotelba, még nézik, ó, azt is, das ist hús, fasírt golyó, gulás, és nem tudja, mit szedjen. A bőség zavara, az tök sokszor az ilyen döntésképtelenséget szül. Arról nem is beszélve, hogy egyre jobban ki van szolgálva a közönség, mert egyre jobb sorozatokat gyártanak a nagy kereskedelmi, a kisebb kereskedelmi csatornák is. Nem mindenki engedheti meg, hogy neki legyen Amazon, meg nem is tudom, Netflix, ilyenek. Lemenni Borsodba, Szabolcsba, de ha kimész Érdre, ott sem biztos azt mondja, Amazon, Netflix, az Amazonról mindenkinek egy nagy darab izmos nő fog eszébe jutni, akit nyilazik, vagy ilyesmi.